Jó napot kívánok, szervusztok, üdvözlöm a harmadikos diákokat. A mai órán Ady Endre Új versek című kötetéről lesz szó, arról a kötetről, amely döntő változásokat hozott a magyar költészet életében a múlt század elején. Itt egy korai kiadását látjuk ennek a kötetnek, ugye Pallas részvénytársaság kiadásában, ugye Budapesten. Mit kell tudni erről a kötetről? Részben az előző órán már beszéltünk az előzményekről, arról, hogy Ady korai versei nem voltak igazán jelentős költemények, többnyire alkalmi eseményeket énekeltek meg, és a kor közhelyeit ismételgették, és ha nyilván ez az új versek kötet és azt követőek nem jelentek volna meg, az ismert okokból kifolyólag, ahogy az előző órán említettem, akkor lehet, hogy ma Adiról nem beszélnék. Költészetében a döntő fordulatot, mint tudjuk, párizsi tartózkodása idézte elő. Nagyon fontos dolog volt, hogy megismerkedett a szimbolista költőkkel. Az ismerkedés nem úgy történt, hogy Ady Párizsban sétált, vagy ült a kávéházba, és franciául olvasta a szimbolista költőket. Nem, mert Ady franciául nem tudott, hanem Léda fordítgatta neki, ugye Rimbaud, Baudelaire és mások verseit, és tulajdonképpen ez volt a mód, ahogyan ő a francia költészettel megismerkedett, de rendkívüli hatással voltak rá, mind a műveikkel, mind pedig a magatartásukkal. Ez a magatartásukat is ki kell hangsúlyoznunk, mert Ady tulajdonképpen ekkor találkozott igazából egyfajta bohém művészeti magatartással, életmóddal, aminek ő azonnal a követője lett, és tudatosan szembefordult a konvencionális társadalmi polgári életformával. A kötet megjelenése a következőket jelenti. A nyugat-európai társadalmi viszonyokat megismerve még inkább szembetűnővé vált hazájának, ugye Magyarországnak az elmaradottsága, ahogy ezt korábban említettem, hogyha kilépünk abból a helyzetből, életszituációból, amelyben vagyunk, és úgymond kívülről tekintünk a régi önmagunkra, illetve a helyzetre, amiben voltunk, akkor sok meglepő dolgot láthatunk. Így Ady is tulajdonképpen ekkor döbbent rá hazájának elmaradottságára, főképpen a nyugati viszonyokhoz képest. Ugye ennek köszönhetően felerősödik a társadalom kritikája, amely majd az Új versek című kötetben eléggé markánsan meg is jelenik. 1906 volt ez a döntő dátum, amikor az Új versek című kötete megjelent, és nem túlzás azt állítani, felforgatta az egész magyar költészetet. Hatása rendkívüli volt. A költő tulajdonképpen ezzel a kötetével robbant be az irodalmi életbe, ezzel a kötetével vált ismerté, de nem csak, hogy berobbant a magyar irodalmi életbe, a magyar költészetbe, hanem nem tudás azt állítani, hogy fel is robbantotta azt. Természetesen azonnal két tábor alakult ki. Az egyik tábor, amely értetlenséggel, és nagyon fontos értetlenséggel és felháborodással fogadta őt, és nagyon kevesen voltak azok, akik megértették, hogy Ady mit akar mondani, és mellé álltak. Hogy mi volt ennek az értetlenségnek, felháborodásnak az igazi oka, erről majd hamarosan szólni fogunk. A kötetnek van néhány poétikai jellemzője, amit meg kell említenünk. Az egyik fontos dolog a kötet címe. A kötet címe Új versek, ugye ez kettős értelemben is értendő, egyrészt Adira vonatkoztatva, másrészt pedig a magyar költészetre vonatkoztatva. Adira vonatkoztatva úgy kell értenünk, hogy egy teljesen új típusú versekkel jelentkezik, mint előző két kötetében, és ez így is van. A magyar költészetre vonatkoztatva is hasonló a dolog, egy teljesen új költeményekkel jelentkezik a költő, amelyek a korábbi magyar költészetben nem jelentek meg, korábbi magyar költészetre nem voltak jellemzőek. Ezt is meg fogjuk nézni, mik ezek a jellemzők, miben különbözik ez a korábbi költészettől. Szokatlan fogalmi és képi vonatkozások jellemzik Ady verseit, amely természetesen felfokozott képszerűséggel, szimbolikus, allegorikus kifejezésmóddal párosul. A versek nem feleltek meg a megszokott befogadói elvárásoknak, a
egészen egyszerűen az emberek nem ilyen versekhez voltak szokva, hanem a 19. századi költészetnek a sokkal egyszerűbb kifejezés módjához, és az olvasók nagy része a szimbolista stílust éppen emiatt értetetlennek találta, Petőfi egyszerű stílusát favorizálták, azt értették, azt szerették, nem tudtak mit kezdeni az adi szimbólumokkal. A kötet különlegessége abban is rejlik, hogy tudatosan megszerkesztett kötetről van szó, amely 4 ciklusból áll. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor a versét megírta, akkor nem össze-vissza szerepelnek ezek a versek a kötetben, véletlenszerűen, vagy nem, ahogyan régebben sokan tették időrendi sorrendben, hanem tematikailag vannak csoportosítva, nagyon-nagyon tudatosan ezek a versek. Az első ciklus, ugye Léda asszony zsoltárai, ami szintén kisebb felháborodást keltett, ebbe a ciklusba tartoznak a Lédához írt versek, az úgynevezett Léda versek. Ugye, hát már maga a ciklus címeli zsoltárai, Léda asszony zoltárai felháborodást keltett, hát Istenhez szólnak a zsoltárok, nem egy asszonyhoz, főleg nem egy férjes asszonyhoz. Ugye a magyar ugaron a következő ciklus, ez keltette a legnagyobb felháborodást, ebben a ciklusban találhatóak a magyarság versei, vagy úgynevezett társadalom bíráló versei. A harmadik ciklus a daloló Párizs, ugye a Párizshoz fűződő versek találhatók itt. Érdekes, hogy Adi tulajdonképpen majdnem, hogy bizonyos értelemben múzsájának tekintette a Párizst, rendkívül fontos volt számára, de Párizsban is mindig vissza-vissza tekintgetett a hazájára, és értékelte a nyugati nagyváros Párizs értékeit, előnyeit, de igazából nem tudott ott beilleszkedni, nem érezte igazán jól magát, és mindig a hazájára tekintgetett vissza, Franciaországból is. Nem tudta elképzelni azt, hogy Franciaországban telepedjen le, vagy Franciaországban éljen, akármennyire is értékelte Párizst. A negyedik ciklus Szűz ormok vándora, hát ide tartoztak az egyéb költemények, amelyek azonban kis vékony szállal ugye kapcsolódnak az előző ciklusokhoz is. Maga a cím beszédes, ugye Szűz ormok, azaz olyan csúcsok, amelyeket még nem hódítottak meg, olyan ormok vándora, hát ki lehet ez a vándor, természetesen nem más, mint a költő maga, Adi. A ciklusok tartalmilag hasonlóan ismétlik egymást a későbbi kötetekben is, ami azt jelenti, hogy a további köteteit is szigorú megszerkesztettséget mutatnak, ugye elsősorban tematikai szempontból. Jellemzőjük még, hogy mindegyik kötetnek van egy nyitó és záró verse, amelyek arszpoétika jellegűek, amelyek tulajdonképpen a költő hitvallását is tartalmazzák. Ezek a versek tulajdonképpen, a nyitó és a záró versek tulajdonképpen bevezetés, ként értelmezhetőek a kötetben található versekbe, a záróvers pedig mint egy epilógusa ezeknek a verseknek. Gog és Magog fia vagyok én, ezzel a címmel írt nyitóverset az Új versek című kötetbe, az Új vizeken járok pedig ennek a kötetnek a záróverse, híres rész ebből a versből, ne félj hajóm rajtad a holnap hőse, tehát a holnap a jövő hőse, tehát a jövő az új felé tekint Adi. Természetesen ki a holnap hőse? Senki más, mint maga költő ebben az esetben is Adi. Ez szinte természetes ugye Adinál, de ebben a versben is, a Gog és a Magogban is, amit 4 verszakból áll, 6-szor fordul elő az új szó, ami tulajdonképpen ez is kiverte a biztosítéket a konzervatív köröknél. Mindkét vers az újszerűséget emeli ki értékként, és változást akar hozni. A kötet verseinek újszerűsége miben mutatkozik meg? Megmutatkozik abban, hogy egy szimbolista képalkotás, egy sajátos jelképrendszer jellemzi. Adi ugyanis nagyon erős jelképekkel ért, amely tulajdonképpen összességében jelképhálót alkotnak, és minden erős jelkép, amit Adi használ, ebben a hálónak a részét képezi, ugye, hogy pontosan mik ezek, ezekről majd a későbbi
verselemzésekor, valószínűleg későbbi órákon szó lesz. Nagyon fontos eleme a nemzetbírálat ezeknek a verseknek, ugyanis ez volt az a pont, ami a legtöbb ellenérzést keltette. Ugye Adit hazafiatlannak tartották, elsősorban a nemzetének a bírálata miatt, hogy milyen félreértések voltak, arról is hamarosan szó lesz. Ugye bírálta hazáját, elsősorban az elmaradottság miatt, ugye a kisszerű viszonyok miatt, de ez a bírálat nem abból fakadt, hogy Adi gyűlölte hazáját, vagy nem volt eléggé magyar, éppen ellenkezőleg, ahogy József Attila mondta, érted, haragszom, nem ellened. Tehát azok iránt, akiket nem szeretünk, ugye nem is érzünk haragot sem, gyűlölet, azután közömbösek vagyunk. Adi rendkívül szerette hazáját, és rendkívül aggódott hazája miatt, és éppen ez aggodalom vezette arra, hogy ostorozza hazájának visszásságait, hazájának elmaradottságát. A következő pont, hogy harmonikus szerelem helyett gyötrelmes, kínzó szerelmet mutatott be, ami részben megint újszerű volt a magyar költészetben, az idillikus szerelmi verseket szerették, ugye nem nagyon kedvelték az olyasmit, ahol a vér, halál, stb. Jelent meg a szerelmi versekben. Újfajta öntudatos költői magatartás, küldetéstudat jelentkezett ezekben a versekben, ami Adit nem csak ezekben a versekben, hanem a későbbiekben is jellemezte. A korábbi órákon már beszéltem arról, hogy mi volt ennek az oka. A másik érdekessége, hogy a versének visszatérő hőse ő maga, mindig őt látjuk, ugye nagyon sok vers egyeszem első személyben íródik, ha nem, akkor is a hős, ugye természetesen a harmadik személyben van, akkor is Adi a hős, és ez meg kell jegyezni, hogy a magyar költők azért viszonylag, Petőfit kivéve, Adi megjelenéséig óvakodtak attól, hogy a verseiknek a főhősei legyenek. Mik voltak a félreértésnek az okai, mik voltak a támadások okai? Hát a támadások okai a félreértések voltak, azért nagyon fontosak ezek a pontok. Az egyik különleges dolog, hogy a nemzet kritikája, tehát társadalombíráló versei nem igazodtak a korszak millenniumi légköréhez, amely a magyarság régi dicsőségének a felidézéséről szólt. Azaz egy olyan korszakban jelentek meg, amikor mindenki a múlt felé fordult, ünnepelték a Magyarország 1000 éves fennállásának jubileumát, és tulajdonképpen lehet egy picit nem az idézítés, ugye, ahogy mondani szokták, nem volt a szerencsés Adi részre, de Adi nem foglalkozott ilyesmivel, hogy most időszerű vagy nem időszerű, megírta a verset is kész. Természetesen ez robbant, ugye. Kortársai, a másik dolog az elsőből következik, hogy kortársai mindazt, ami jó, a múlttal azonosították. Ez egy olyan korszaka volt ugye a magyarságnak, amikor elsősorban a múltat ünnepelték, és nem a jövő felé fordultak Adival ellentétben. Ráadásul az újításokban veszélyt éreztek a nemzeti értékekre nézve. Úgy érezték, hogy Adi rombolni, Adi bomlasztani akar, és úgy gondolták, hogy el kell őt hallgattatni, és ezért ugye egy rendkívüli lejárató, gyakran igazságtalan hadjáratot indítottak Adi ellen, ami meg kell jegyezni, hogy a költőt bántotta. Volt olyan év, hogy ezek a támadások elől egy teljes évig Párizsba vonult vissza. Mik voltak Adi valódi szándékai ezekkel a vádakkal ellentétben? Ugye Adi nem szembefordulni akart a nemzeti hagyományokkal, éppen ellenkezőleg fontosak voltak számára, hanem kapcsolatot akar teremteni a múlt és a jövő között, csak az ellentábor a múltban élt, és a jövőről nem igen akart tudomást venni. Azaz ötvözni akarta a magyar hagyományokat a Nyugat-Európa modern szellemiségével. A magyar hagyományok ebben az időben meglehetősen zárkózottak voltak, és az újdonságok, az újítások felé nem voltak nyitottak. Inkább úgy gondolták, hogy nem kell itt semmiféle új, hanem a megszakottat, a régit kell folytatni, és az lesz a jó út. A költő nem a hazájával, hanem a szűklátókörűséggel, a maradisággal, a provincializmussal szállt szembe. Ez volt az, amit ő tulajdonképpen ostorozott, ez az, amit ő magyar ugarnak
nevez, és úgy gondolta, hogy a tehetségek, és a művészi tehetségek, azok teljesen kilátástalan helyzetben vannak, és főleg, hogyha igazat szólnak, akkor nagyon erősen a fejükre koppintanak. Egy újfajta, nyitottabb nemzetszemléletet akart meghonosítani, ami az ő maga korában gyakorlatilag majdnem lehetetlen volt, lehetetlen vállalkozás volt, ugye meg is kapta érte magáit, de szerencsére voltak, akik, azok voltak kevesebben, voltak, akik megértették és melléje álltak. Ahogy korábbi órán is említettem, elsősorban a Nyugat folyóirat jelentette Ady menedékét. Ez a közeg volt, amely Adit megértette, támogatta, befogadta, és ahol a versei, kritikái, publicisztikai cikkei meg is jelenhettek. Köszönöm szépen a figyelmet, további jó tanulást kívánok!